Köszöntöm a Revita televízió nézőit. Győri Eto 2, Gyirmót FC következik az MB2 nyugati csoportjában a 11. fordulóban. Íme a képen kék-sárgában a vendégek, akik tulajdonképpen majdnem hazai pályán léphetnek pályára, hiszen Győrben vagyunk, itt az Eto Parkban, a kisebbik, és nem a center pályán. Itt szokta ugye játszani bajnoki mérkőzéseit a Győri Eto második csapata. Ők játszanak egyébként tiszta fehér mezben, némi fekete betéttel és zöld számokkal. Íme tehát a Győri Eto második csapata. Gyorsan mondom az összeállításokat, aztán majd néhány érdekességet a csapatok névsorával kapcsolatban. Szóval a hazaiak kapujában az Eto 2-nél Molnár Péter 30-assal, aztán 18-as Windecker József, 21-es Marek Stresztyik, 26-os Zámbó Bence, 31-es Kis Szabolcs, 40-es Miklós Viktor, 41-es Paget Oliver, 44-es Nagy Ádám, 45-ös Kálmán Attila, 48-as Varga Tamás és 50-eser Horváth Gergő. Visszajátszó ezúttal csak Stresztyik személyében egy van az Eto 2-ben. Nézzük a Gyirmótot, ők ugye szokásos kék-sárga mez kék nadrágban, egy jóval rutinosabb csapat. Kérdés, hogy ez mennyire lesz majd elég itt az Eto 2 otthonában. Szóval a kapuban 1-essel Tarci, 3-as Tóth Balázs, 5-ös Ladislav Kozmér, 7-es Vejtner Ádám, 10-es Horváth Rudolf, 14-es Laki Balázs, 16-os Szabó Csaba, 17-es Varga László, 19-es Bognár Zsolt, 24-es Cseri Tamás és 28-assal Makrai László. A két mesterről nem beszéltem még. A Gyirmótnál ugye Sós Imre a vezetőedző, az Eto 2-nél pedig Klement István. Pontosak. A Gyirmót, ha itt legalább egy pontot szerez, akkor följelt a második helyre, de hát a győzelem lenne a cél. Az Eto 2 pedig szeretné ott folytatni, ahol legutóbb Budaörsön abba hagyta, mert hogy Budaörsön maga biztosan 2-0-ra nyert. Az Etóban Laki Balázs tulajdonképpen a forduló gólját szerezte, legalábbis látványra mindenképpen. Horváth teszi be középre, nem is rossz a fejes, Molnárnak azonban nem kellett hozzáérnie. Hát az Eto 2 nem volt igazán formában, meg játékban sem. Van jó néhány cseh első osztályú fellépése. Ez viszont nagy hiba volt, Tarci lőtte bele az előtte helyezkedő csatárba. Nem tudnak vele mit kezdeni a fehérmezese. Kis Szabolcs bikázta fölé a végén. Már kétszer is, de egyik sem volt igazán veszélyes. Hoppá! Na hát ez... Nem mondanám, hogy parádés gól, Tarci ezt nagyon-nagyon elnézte. Stresztyik szerintem ívelni akarta, de kapura ment a lövés, a védők pedig megzavarták Tarci Pált. Hát ez érdekes. 6. perc, tehát jó 30 méterről Marek Stresztyik. Hát ne pattant ugye a kapus előtt, senki nem ért hozzá, Tarci pedig éppen ez zavarta meg. Na hát 1-0-ra vezet Stresztyik góljával. Az Eto 2, azóta a Gyirmót egy picit többet kezdeményez, de igazán nagy helyzete még nem volt a kék-sárgáknak. Bognár, az jó kiugratás. Varga László, na ezt már védenie kellett Molnárnak. Azért már jól be lehet adni. Cseri tehát a labda mögött. Középen nagy a helyezkedés, Makra is ott van, Vejtner is ott van. 19. perc, Cseri beadása tehát. És be is megy bizony, Vejtner előre vetődve, előre dőlve. Becsúsztatja a labdát Molnár Péter hálójába. Vejtner tehát egyenlít a 19. percben. Egy zicserrel felérő szabadrúgás kombináció. Vejtner Ádám pedig nem hibázza el. Éri el Tarci, ő viszont elérte. Bognár, most egyel kevesebben a fehér vezesek, hiszen Miklóst ápolni kell továbbra is. Bognár még. Varga. Lassan lőni lehetne, de nem így. Aztán nem olyan fából faragták őt, hogy azonnal cserét kérjen, szeretne ő még játszani. Makrai, ez is lassan lő távol, de inkább tovább. Még érdekes ívű beadás, Vejtner még megmenti, visszalövésre, így nem jó. Nagy Ádám kapott hosszú idő után egy átadást. Kis Szabolcs teszi tovább, megérkezett Miklós is, ez már nem jó, Kis Szabolcs megint Stresztyik, kicsiben próbálják megoldani. Horváth Gergő be tudja még tenni, ez már így helyzet, és a kapufa mellett megy el. Azt a mindenit, nagy helyzet volt ám ez is. Varga Tamás második fejelte, nem bírnak egymással a csapatok. Cseri szokásos beívelése, ezúttal nem ment emberhez. Szabótól meg elpattant, Kozmér. Bognár. Hát ez egy ívelés, de így jó. Azt hittem, hogy lövésnek szánták volna.
Tóth Balázs érkezett a semmiből, és ha jól eltalálja, akkor bizony veszélyt okozhatott volna. Egy remek átadás, Horváth Gergő, ő viszont már nem nagyon tudja megtartani. De üres a bal oldal, Nagy Ádám. Jó a kiugratás is, van-e lövés? Van, csak levágódik. És ott van még egy lövés, ez is mellé megy. Nem talált, Ádám könnyedén tisztáz, és megint Zámbó. Szinte minden gyirmóti támadásnak, amely kudarcba fullad, ő a végállomása. Horváth, Kozmér lép egyel följebb. Laki. Lőni kéne, de nem lő, inkább tovább passzolja. Cseri még. Ő viszont ellövi, de fölé. Csak ilyenkor nem csak a játékával tűnik ki, hanem azzal is, hogy általában szeret visszabeszélni a játékvezetőnek, azt meg ők nem nagyon honorálják. Itt a vége, Fussel Véle, ez volt az első 45 perc, ami 46-ig tartott. Egyelőre tehát 1-1-re áll a mérkőzés, Trescsik és Weitner voltak a gólszerzők. ...meg a játékkal. Hát nem tudom, hogy az egy pont az mennyire jó a Gyirmótnak, mert az Eto 2-nek egyelőre jónak tűnik, az biztos, tehát meglátjuk. Valósnak is tartják őt a labdarúgó honlapok és szaklapok. Az egy dolog, hogy mennyi az értéke, meg hogy mikor éri utol magát. Bognár Zsolt. El is lőhetné, de inkább beadja, meg lehet szelidíteni, és mellé megy, mekkora helyzet maradt ki. Elképő inkább Böjte mellett játszott, és így aztán Tóth Balázs hátrább került a középpályáról a védelembe az előző szezonhoz képest. Az is de jó lövés, Horváth Rudi egészen messziről engedte el. Molnár Gergő. Talál üres ember, Stresszik. A csel jó, a lövés sem rossz, csak éppen oda megy, ahol Tarci áll. Ez a gyirmóti kontra, Cseri fordulhat, üres a jobb oldal, üres a bal oldal. Cseri inkább a balt választja. Weitner. Ha Weitner megúszik, az mindig veszélyes. Weitner nagyot esik, és nem véletlenül esik nagyot. Bizony befújja a 11-est a játékvezető. 1-1-es állásnál ez döntő momentum lehet, akár bemegy, akár nem. Bognár lövi, mekkorát védett Molnár! A bal alsó sarokba ment volna a labda, de Molnár remek vetődéssel hárítja. Ez igazán nagy bravúr volt. Még 11-esből sem kaptak gólt. Hamarosan kiderül. Kálmán hozza el ezúttal a labdát Weitner elől. Sőt, az indítása is jó. Középen van érkező ember, ez már helyzet, ott a lövés, Tarci védett nagyot, aztán a kapufáról megy fölé. Fölnek, viszont attól feljebb már szépen tele van ez a mobil lelátó. Egy jó lövés, Molnár számít rá. Weitner. Caniktól kapja vissza Weitner Ádám, egy kicsit sokat vár. Egy az egyben pedig nem bírja elvinni az embere mellett. Makrai. Tóth Balázs. Nem már ő lőni szokott. Tóth Balázs, mekkora löveket! Szép volt. Molnár Péter öklözte ki, vagy föl inkább a levegőbe. Őt is meglep nagy menetelésnek köszönhetően. Majdnem a dobogóig kúszott fel a közlekedési vállalat foci csapata. Erre pedig korábban évekig nem volt példa. Most is eléggé hátul vannak. Egészen pontosan a 10. helyen, de ezúttal már Szapor Gábor vezetésével. Az egy jó lövés! Hát nem tudom, hogy Molnár hozzáérte, de hogyha hozzáért, akkor góltól mentette meg a csapatát. Stresszik. Nem lövi el, és ez a veszte. Bognár csúszott bele. Canik már. Laki nem tudja megtartani. Németh László. Egy jó lövés. A kapufáról kijön a labda. És van egy érkező ember, bizony, ez pedig becsorog, elképesztő. Nem volt egy nagy lövés, a kapufa az igen. Aztán, amit visszatettek, az már nem volt nagy lövés, csak Tarci nem tudott elvetődni. Hát egy picit ez is potya ízű gól. Varga Tamás lőtte meg, és abból lett a kapufa, a kipattanót pedig Miklós helyezte Tarci hálójába. Hát ha nem is volt benne a kapus, de azért szerintem védhette volna. 2-1 tehát, mindez a 82. percben. Hát két elég érdekes gólt kap a Gyirmót. Ezt ezen a szinten a véghajrá következik ezen a küzdelmes, nem túl magas színvonalú találkozón, amely igazi presztízs csatát hoz.
és tényleg kiegyenlített erők küzdelmét. Jó a lefejelt labda, Laki, és bent van az egyenlítés. Tóth Norbert fejelte le, hát eddig vajon miért vártak ezzel a gyirmótiak? Hárman figyeltek egyszerre Tóth Norbertre, nem véletlen. Laki meg ott maradt egyedül, Tóth Norbert gyönyörűen oda csúsztatta elé. Laki pedig nem tett más, csak szépen bevarta a bal alsóba. Ezt már Molnár sem védhette. Tóthra nagyja vissza a labdát a társaknak, hogy egy kicsit siettesse ezzel is a játékot. Bakrai, Cseri. Az első cser jó, csak lőni is kéne. Cseri, vissza lövésre. Hajj, egy picit elszámította magát Weitner. Talán ki kéne rúgni, és akkor lehetne ápolni a gyirmót, azonban nem áll meg. Bognár. Ilyen szép lenne most még egy győztes gólt szerezni, bár ahhoz elég masszívan védekezik az ETOB, hogy ez bekövetkezhessen. Canik bent tartja még, sőt vissza is teszi Bognárnak. Megint jön az állóháború a 16-os környékén. Tóth Norbert ezúttal elfejelik előle. Laki, mekkora tömörülés, nem is volt rossz próbálkozás. Átugória lesz, hiszen a Budaörs hiába nyert most 5-1-re a BKV ellen. 11 pontjával a 13. helyen szerénykedik. Mondjuk a Szigetszent Miklósra is megszenvedtünk, pedig ők a Budaörs mögött állnak. Na még egy lövőhelyzet, Tarcinak kellett kitolnia. Hát embere mellett Laki, egy jó beadás kéne, ez túl mély, Molnár Péter begyűjti. És elvileg itt van a vége ennek a mérkőzésnek, 92 perc játék után, tehát nem bír egymással az ETOB és a Gyirmót a győri rangadón. ETOB Gyirmót 2-2, az egy pontnak inkább az ETO második csapata örülhet. Egy hét múlva ugyanide elvárjuk Önöket, akkor Gyirmót Budaörs mérkőzés lesz. Én köszönöm a mai figyelmet, szót Önök továbbra is, mind az ETO-nak, mind a Gyirmótnak. Itt a Revitán megtekinthetik ezeket a meccseket. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A közvetítés támogatója az Alkufer Kft. És a Fenesi Autóüveg.